Eredményes évet zártak tavaly a Fehérvár Küzdősport Egyesület fiatal ökölvívói, akik közül többen nemzetközi szinten a magyar válogatott tagjaként is megmutathatták a tudásukat. Ilyen a hazai környezetben szinte megállíthatatlan Turós Levente és Bajcsi Flóra is. A serdülő válogatott tagjaként mindketten részt vettek a múlt nyári korosztályos Európa-bajnokságon. Ők már kiskoruk óta igazából a felnőtt válogatottságra készítem őket. Tehát az, hogy most eredményesek lettek, az ilyen nem várt eredmény szerintem, mert egyáltalán nem arra készülünk, hogy korosztályban legyenek ők bajnokok. Mindemellett a Levi már háromszoros magyar bajnok. Szerencséje is volt, jól álltak össze a dolgok, de egy olyan programot állítottam össze, ami felnőtt korukig tart, és úgy van elnyújtva, úgy van elhúzva különböző fejlesztésekkel, hogy felnőtt korukig érjenek be, és akkor érjék el azt a szintet, ami én szerintem válogatottságig vezeti őket. Nekem a legszebb emlékem az Európa-bajnokságról van. Igaz, hogy kikaptam, nem raktuk olyan jól össze a taktikát, meg ugye a fejben sem voltam annyira ott, de nekem nagyon tetszett, ugye az nemzetközi, egy nagy, életem legnagyobb versenye volt, fények, nagy ring, hogy az volt a kedvencem. Büszkeséggel tölte, hogy képviseltem ezzel a hazámat, hogy a magyar válogatott színeibe boxolok, nemzetközi versenyeken, hazai versenyeken, én nagyon szeretem. Szerencsére minden korcsoportban tudunk indítani magyar bajnokságon, meg minden kiemelt versenyen, minden évben indítunk versenyzőt. Tehát nincs olyan kiemelt verseny egy korcsoportban sem, ahol ne indítanánk versenyzőt. Szerencsére bajnokaink is lesznek közöttük, ami nagyon nagy büszkeség, pont a múltkor fogalmazódott meg bennem, hogy 30 éve vagyok a székesfehérvári ökölvívásban, és azóta nem volt ilyen klub, aki ilyen eredményes lenne. Tavaly 12-ek voltunk, de mindezt úgy, hogy egyébként nem is az eredményesség nálunk a cél, hogy most a versenyzők eredményesek legyünk. Mert a felnőtt box az, én úgy gondolom, hogy az hobbi szintű. Eleve az amatőr ökölvívás, vagy az amatőr sportok, azok munka mellett vannak. Ahhoz, hogy valaki profi sportoló legyen, ahhoz egy komoly megélhetésre van szükség. Az szerintem itt Magyarországon csak egy pár sportolónak adatik meg. Úgyhogy nekem az a tervem, az a célom, hogy ezekből a gyerekekből, akiket el tudok már kezdeni 8-10-12 éves korban fejleszteni, őbelülük szeretnék olyan felnőtt sportolókat nevelni, akik komoly eredményt tudnak elérni, vagy akár bekerülnek a válogatottba, és ugye ott majd a válogatott edző, vagy ott az a tím majd irányítja őket, de hogy addig olyan alapot szeretnék adni nekik, ami elröpíti őket odáig. Levente az év elején lépett fel a junior korosztályba, Flóra viszont még az idén is a serdülők között bizonyíthat. A két ifjú bunyós már túl is van az új esztendő első válogatott összetartásán. Levi is ugye serdülőből föllépett juniorba. Levi még csak most lesz 15 éves, azért itt találkozik 16 éves versenyzővel is. Úgyhogy ez egy elég veszélyes. Ugye másfél percről most már 2 percet fog boxolni, bár a 2-3 perc neki jobban fekszik, mert stílusos a boxa, nem ilyen kapkodós, ez jobb lesz neki, de azért félve állok neki ennek az egésznek. Aki igazán eredményes lehető a Flóra, mert ő másodéves serdülő lett, ugye túl van, magyar bajnok, Európa bajnokságon volt tavaly, rutinos, már az évet Egerbe a Petinél a serdülő válogatottba kezdte. Ha eredményről beszélhetnénk, akkor szerintem a Flóra az, aki hozhat eredményt. Volt már egy összetartásunk, más azért, tehát ott azért már, ugye én vagyok most a kisebb, de az volt a baj, hogy előtte egy héttel lesérültem, a hátam meghúzódott, nem tudtam 100%-osan teljesíteni sajnos, de azért megpróbáltam mindent, amit tudtam. Legközelebbre már azért 100%-osan oda tudom magam tenni. 2023-ban behívtak ugye a válogatottba, nagyon örültem. El nem tudom mondani azt az érzést, és nagyon jó csapat volt, és az idei is nagyon jó. A legszebb emlékem nyilván az Európa-bajnokság volt, bár mondjuk kikaptam egy ukrán ellen az első menetbe, mert túl izgultam a meccsemet, de ahhoz képest nagyon jó élmény. Magyar mezbe, magyar válogatott ruhába mész az utcán, mész be a csarnokba, tényleg annál jobb érzés nincsen.
A fehérvári szakosztály nagy taglétszámmal működik. Tavaly több százan keresték fel a helyi boxklubot. Tavaly a beiratkozók létszáma, abban benne van az is, aki csak beiratkozott, nem tetszett neki, soha többet nem láttuk, meg benne van az a magyar bajnokaink is, a profi versenyzőink, lovis, sporttól, egészen a felnőtt hobbikorcsoportig, több mint 400 tagunk volt a tavalyi évben. Hát átlagosan olyan 100-150 fő, inkább 150, Ovi Boxtól kezdve, tehát az Ovi csoporttól kezdve egészen a hobbistákig, akik minden reggel járnak hozzám, csak így személyjegyzés vagy ilyesmi. Tehát ilyen tág, bő a felhozata. Szerencsére csak ezzel foglalkozunk, vannak nagyon jó segítőim, úgyhogy így azért könnyű, úgy gondolom, hogy jó környezettel könnyű eredményesnek lenni.